pedálnál van egy érzékelő, tehát itt van egy érzékelő, ez adja neki úgymond az impulzus, és akkor itt segít rá a motor ennek függvényében. Az elektromos bicikli egyik fajtájának működési elvét mutatja Bucsi Péter boltvezető. Idén már 8 ciklusban segítette a kormány az elektromos biciklik megvásárlását, hétfőtől pedig az IFKA honlapján újra lehet pályázni a támogatásra. Kétféle kerékpártípus támogatott, az egyik a pedálszenzoros, a másik a nyomatékszenzoros kerékpár, és ennek függvényében két összeggel támogatott a pályázandó kerékpár. A pedálszenzoros esetében 90 ezer forint. Erről a kerékpárról azt kell tudni, hogy a motor az vagy az első vagy a hátsó agyba beépített, és maga a szenzor az a hajtóműnél a fordulatszámot érzékeli, és így segíti a kerékpározást. A másik egy komolyabb technológia, amit nyomatékszenzorosnak hívnak. Itt a motor az a hajtóműhöz, a hajtáshoz van beépítve, és érzékeli a kerékpározás nyomatékát, és ennek függvényében segít rá. Az elektromos rásegítéssel működő kerékpárok beszerzését támogató pályázat 1 milliárd forint keretösszegből valósul meg. A mostani fordulóra hétfő óta lehet pályázni, egészen holnap, azaz péntek éjfélig. Mind a két kerékpár típusnál maximalizálva van a kerékpárnak a felső ára. A pedálszenzorosnál 400 ezer forint, tehát hogyha kihasználjuk a maximális támogatottságot, akkor nekünk ennél a kerékpárnál, a legdrágábbnál 310 ezer forintba kerül egy 400 ezer forintos kerékpár. A másiknál, a nyomatékszenzorosnál pedig 900 ezer forint a maximális kerékpár összeg, és ebből jön le a 150 ezer forint. A szakember azonban kiemelte, hogy bármelyik kategóriára is igényeljük a segítséget, a támogatás nem haladhatja meg a vételár 50%-át. Bucsi Péter szerint sokan érdeklődnek a támogatás iránt, azonban nagy a hiány a kerékpárpiacon, így nehéz beszerezni a bringákat. Ennek oka egyrészt a koronavírus járvány, ami miatt csökkent a gyártási kapacitás, valamint a szállítási árak is az 5-6-szorosukra nőttek. Továbbá az összeszereléshez szükséges alkatrészek is hiánycikkek. Így előfordulhat, hogy az áhított két kereküre fél, de akár egy évet is várni kell. Ennek ellenére itthon is egyre népszerűbbek az elektromos biciklik. Ad egy nagyon kellemes bringázási élményt, és hogyha mondjuk valaki nem tudott eljutni egy nagyobb távolságra, valahova nem tudott magasságban feljutni, ezzel megteheti, tehát egy nagyobb bizalmat ad. A másik az, hogy olyan emberek is tudnak együtt bringázni, akik nincsenek hasonló edzettségi, fittségi állapotba, így el tudnak menni együtt bringázni. És a másik az, hogy már tőlünk nyugatabbra a piac olyan szinten átfordult, hogy zömében csak elektromos kerékpárokat értékesítenek, és a hagyományos úgymond analóg bringákat nem, pont ezért, mert sokkal nagyobb élvezeti faktort nyújt ez a bringa. Az elektromos biciklikkel a munkába járás segíteni a kormány. Sanda Tamás, az Innovációs és Technológia Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára kiemelte, hogy a közlekedés zöldítése a kormány akciótervének egyik legfontosabb része.